hagyományőrző néptáncosok és népdalénekesek fellépésével kezdődött, a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által támogatott szakkörök közös kiállítása szürtében, az egyesület nemrég elkészült rendezvénytermében. Mi is álmodtunk egy merészet. Balogh Lívia alelnök köszöntőjében kiemelte, a szakkörcsoportok és az általuk készített alkotások nagy értéket képviselnek, hiszen erős közösség megtartó erejük van. Ha emlékeim nem csalnak, 21-ben, hogy egy kicsi otthont építsünk a névfőiskoláknak a határon túl is, és így kerestük meg Kótyuk Zsolt tiszteletest, a Szürtei Református Egyháznak a tiszteletesét, aki a Névfőiskola Egyesület egyházi alelnöke is, hogy szeretnénk valami kis otthon csinálni, és ő ajánlotta fel ezt az akkor üresen álló két raktár termet, és hát itt kezdtük el a munkát, itt alakítottuk ki azt a kicsi otthont, amit terveink szerint majd a közösségek használhattak, akik a Névfőiskola Egyesület köreiben tevékenykednek, de sajnos a mi gyönyörű álmainkat és terveinket félbeszakította a háború, hiszen 22. március 15-én készültünk átadni ezt a kicsi épületet. Mindez idáig nem került átadásra, de ma a szakkörök munkáival megtöltve, népi előadásokkal, énekekkel, néptánccal megtöltve ezeket a falakat, az első rendezvényünket tarthattuk meg itt, amiért rettentően hálásak vagyunk a Jóistennek, hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik a saját energiájukat, idejüket nem kímélve a magyar kultúrát örökítik át, hiszen mindannyian így lehetünk része egy egésznek. Az alkotás maga nagy érték, hiszen felemeli a tekinteteket, felemeli a lelkeket, és hát mivel közösségben történik ez az alkotás, ötfős kis csoportokban, ezért nagyon erős közösség megtartó ereje is van, és ezért évek óta sikeresen tud működni itt Kárpátalján, hiszen a Covid után, ami után minden megszűnt és megállt, jött a háború itt Kárpátalján, ami szintén beárnyékolta a kárpátai magyarság életét, de ezekben a pici magokban, ezeken a pici településeken 5-10 asszony összeül, és 5-10 asszonynak nagy ereje van, és hát ezt ünnepeljük, az ő erejüket, az ő hitüket, az ő tudásukat, hiszen a Kárpát-medence minden szegletéből tanulnak meg technikákat, technológiákat, és hát roppant ügyesek ebben. A kiállításon 20 település szakkörösei mutatkoztak be, akik anyaországi szakemberek oktató videóin keresztül sajátíthatták el a különböző hagyományos mesterségeket 2021 óta. Ezt Horváth Szilvia készítette, rajta van Szürte felirat. A téglásiak a gyöngyfűzést, ezt követően a papírfonást választották, legutóbb pedig a makramét. Örömünket lelük benne, hogy ilyen népi művészeteket megtanulhatunk, és idén pedig a makramét választottuk. Ez is nagyon kedvünkre való volt, és szép alkotások jöttek ki a kezünk alól. Tavaly nyilvánosan már az anyáknapi koncert keretében kiállítottuk az azelőtti gyöngyfűzés szakkör és a kosárfonás szakkör produktumait is. Idén pedig jövő szombaton tartjuk az anyáknapi koncertünket, és akkor fogjuk kiállítani közösen a szürti csoporttal mi a makramézást, ők pedig a mézes kalács csaikat, és jövőre választottuk a gyöngyfűzést, mert lett megint egy lelkes gyöngyfűző csoportom, és folytatjuk a makramét, mert lett haladó csoport, mindig bővül ott is a kínálat, úgyhogy ezt hálásan köszönjük ezt a lehetőséget, mind a Nemzeti Művelődési Intézet, mind a Népfőiskolai Egyesület vezetőségének, minden munkatársának. Ez nagyon sokat segített azon, hogy összejöjjünk, összehozzon minket ebben a nehéz időszakban. Erre nagyon-nagyon szükségünk van. Ez egy műlépből készült gyertya volt, nagyon egyszerű technikával, az gyerekekkel is készítettük, itt nem kellett a viaszt felforósítani, egyszerűen csak a kéz melegétől megolvadt és feltekertük, úgyhogy nagyon praktikus volt, gyerekekkel is elkészítettük. Ez a következő, ez egy tojáshéj, van úgynevezett otthoni kacatból készített gyertya. A tojáshéjt kifújtuk ilyen szilikon
anyaggal, és akkor utána simán leválasztottuk csak róla, amikor meghűlt benne a gyertya. Aztán volt egy egyszerű kegyeleti gyertya, amit ide elhoztunk. Troszkánics Emese azokat a gyertyákat mutatja, amelyeket a nagygejőci szakkör tagjai készítettek a 2023-24-es évadban. Most ezeket hozták el a kiállításra. Persze a korábbi években ők is készítettek más kézműves termékeket a program keretében. Gyöngyfűzésnél ott, ami nagyon kedvelt volt, azok ugye az ékszerek, hölgyek számára karkötők, nyakláncok, táskabojtok, mézes kalácsból ott nagyon praktikus volt az ünnepi témakörökben, akár anyák napjára, akár karácsony közelettével ajándékoztunk ugye a gyülekezetünkben, úgy mint iskolai szinten mézes kalácsokat, az idén pedig a gyertyát szintén felhasználtuk a templomi közösségünkben, valamint az ünnepek alkalmával, advent, vagy éppenséggel itt látható hímes tojásgyertya, úgyhogy mindegyik termékünk felhasználható volt, ez egyik szempont is volt, hogy olyat próbáljunk alkotni, amit a későbbiekben fel is tudunk majd használni. Ez egy szundikendő, természetes pamut vonalból készült. Kárpátalján újdonsága a baba-mama horgolás szakkör. Egyedül Nagy-Dobronyban alakult meg. Az itt készült használati tárgyak vagy játékok különlegessége az, hogy egyediek és kizárólag természetes alapanyagokból készültek. Már 2 éve én elkezdtem horgolni gyerekeknek mindenféle puhaságot, tehát amigurúnak hívják ezt a fajta horgolást, és amikor megláttam az interneten, hogy lehetőség van a jó gyakorlaton a szakkör keretén belül részt venni egy ilyen eseményen, egy ilyennek részese lenni, akkor én úgy gondoltam, hogy a saját tudásomat szeretném átadni másnak, és népszerűsíteni ezt a fajta horgolást és ezt az ágazatot. Ugye Nagy-Dobronyban nagyon egy összetartó közösséget ismertem meg, mivel hogy én ott lakok, ott születtem, hozzám nagyon közel állnak a dobronyiak. És a dobronyiaknak van egy ilyen nagyon érdekes hozzáállása mindenhez, hogy amit elkezdenek, az be is fejezik. És én azért mertem belevágni ebbe a szakkörbe, mert tudtam, hogy azok az emberek, akik majd részese lesznek a foglalkozásokon, ők kezdetektől a végig kitartanak. És úgy, ahogy elkezdtük 5-en ezt a szakkört, most 5-en meg tudtunk jelenni a kiállításon, és én erre büszke vagyok, és nagyon szeretem a csoportomat, és úgy érzem, hogy a tudásomat át tudtam adni számukra. Úgy mindegyik édesanyaként jelent meg a szakkörön, kivéve engem, én nem vagyok még édesanya, ha az Jóisten úgy akarja, akkor idővel én is az leszek, és úgy gondolom, hogy egy nőnek tudni kell az ilyen apró nyuanszokat, hogy boldoggá tudja tenni a kicsinyét, akár egy pici alkotással. Természetes anyagokból készítettünk gyerek ruházatot és gyerek játékokat, gyerekeknek szánt játékokat, egészen pici csörgőktől a szundikendőkig bezáróan. Olyan antiallergén tömőanyagot használtunk például a kiskendőnek vagy a szundikendőnek az elkészítéséhez, ami nem várt ki allergiás reakciót a gyerekben, vagy olyan természetes pamutfonallal dolgoztunk, ami a gyerek arcához érintkezve nem okoz irritációt. Ott például, és ugye szeretettel készül, ez pedig a legtöbb. A Ráti mézes kalács szakkör készítette el ezt a mézes kalács dobozt, a hozzáillő virágot, gyöngyfűzés szakkörünkkel pedig készítettünk egy magyar címer, hát végül is egy medális lehet, egy kalocsai mintájú fejött fülbevalót. A résztvevők titkos szavazással ezt a darabot választották a kiállítás legszebb alkotásává. Végül is nincs benne a szakkörprogramba, ezt már így melléskesen külön program magunknak csináltuk, és nagyon szeretjük, hordjuk, viseljük ezeket a termékeinket, gyöngyöt, nyakláncot, karkötőt. Ugyebár mi a Református Egyháznál készítjük el a gyülekezetünkkel, tagokkal, és sokszor úgy vagyunk, hogy ha elmegyünk az Isten tiszteletre, akkor mi már tényleg ehhez öltözködünk, és sokszor nem azt veszem fel, amit szeretnék, hanem most ez a legújabb elkészített nyakláncom, akkor most ehhez fogok felöltözködni. És sokszor nevetünk egymáson, hogy
mit viselsz, és úgy hencegünk, hogy igen, ezt most felvettem, ó, te most azt vetted fel. Az az igazság, hogy látom, hogy a többi szakkörös a program szerint ment, mi egy kicsit variáltunk vele, és pluszban vásároltunk gyöngyöket, és olyan szetteket is csináltunk magunknak, akár fülbevaló nyaklánc közös szettet, amit szeretünk, interneten megnéztük, és videó alapján elkészítettük, és tényleg nagy szeretettel viseljük. Valamennyi szakkörvezető a lelkiismeretes és eredményes szervezési munkájáért oklevelet és ajándékcsomagot kapott. A csapiak is, akik a kereten szőtt termékeiket hozták el a kiállításra. A csapatból többen tagjai a Kökény Néptánc Együttesnek, amely szintén fellépett az ünnepségen. Én is készítettem egy mézeskalácstálat, és a mézeskalács kategóriában Kárpátalját majd ők képviselik a kiteleken. A szakkörprogram 3 évvel ezelőtti beindítása a Covid-járvány és a háború kitörése ellenére sikertörténetté vált Kárpátalján. A csapatok száma folyamatosan nőtt, és egyre több fajta kézműves foglalkozás indult. Az áramkimaradások azok nagy nehézségeket okoztak, de az erős közösségek ezt is megoldották. A harmadik évadban pedig, ami most van, a 2023-2024-es évben, 20 szakkörünk van, és nagyon örülünk. A mai napon itt ennek az évadnak a zárásán vagyunk, mert a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szakkörprogramjának a közös kiállítását tartottuk meg a mai napon, amikor is minden egyes szakkörvezetőt arra kértünk, a szakkörszervezőt pontosabban, hogy az általuk készített 5 legjobb darabot hozzá kell kiállításra, és ennek az volt az apropója, hogy május 22-én veszi kezdetét a kiteleken egy kiállítás, ahol Kárpátalja is helyet fog majd foglalni, és azt szerettük volna, hogy Kárpátalját méltó tárgyak képviseljék, és ezért a mai napon szavazást is szerveztünk, tehát született egy közönségdíjas alkotás is, az összes többi témakörből pedig a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezettel közös megállapodással megosztottuk a témaköröket, mert korlátozottak vagyunk, hogy hány kiállítási darabot vihet Kárpátalja. Úgy gondolom, azt kell mondanom, hogy nagyon nagy sikereket érnek el a kárpátaljai szakkörök is. Először úgy gondolja mindenki, hogy nem képes teljesíteni a követelményeket, de a mai nap során is mindenki arról számolt be, hogy maga sem gondolta volna, hogy ilyen csodás alkotások kerülnek ki egy-egy csoport keze alól. A bemutatóra elküldött darabokból a zsűri előzetesen kiválasztotta azt a 10 tárgyat, amelyek a szakkörprogram külhoni régióinak közös kiállításán, Lakiteleken, a Nemzeti Művelődési Intézet székházában egész nyáron megtekinthetőek lesznek. Különleges az a szimbólum, amelyet a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület választott akkor, amikor úgy döntött, hogy nem kopja fátavat, hanem játszóteret hoz létre. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szürtében már korábban létrehozott egy játszóteret, amelyet nemrég felújítottak. Kótyuk Zsolt helyi református lelkész, az Egyesület egyházi alelnöke avatta fel és adta át a gyerekeknek.